gyakorlatilag megrendelő is szerepel az interneten. A személy és vagyonőr OK és képzettséget szerző tovább foglalkoztatásáról gondoskodott városunk, Roma Nemzetiségi Önkormányzata. Itt tölti gyakorlati idejét a képzés egyik résztvevője, Major Andrea is, aki elmondta, jelenleg augusztus 31-ig foglalkoztatják, viszont bízik abban, hogy ezt követően lesz lehetősége a szakmában elhelyezkedni. Én mindenféleképpen szerettem volna ezt elvégezni, volt el most egy lehetőség itt a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál. Éltem ezzel a lehetőséggel, és március 2-től május 6-ig tartott ez a tanfolyam. Sikeresen levizsgáztam, és a másik, hogy így tovább tudtak minket tovább foglalkoztatni, ennek már nagyon örültem. De nekem van egy szokás, ókáistatás, népfőiskolán végeztem. A képzést lezáró vizsgán 12 fő végzett eredményesen, és juthatott szakképesítéshez. Közéjük tartozik Mendi Dániel is, aki jelenleg a munkásművelődési központban látja el a vagyonőri feladatokat. Mint mondta, hálás azért, mert lehetőséget kapott ennek a szakmának a kitanulásához, majd a bizonyítvány megszerzéséhez. Szeretek foglalkozni emberekkel, szeretek olyan dolgot elvégezni, amiben fontos vagyok, és jó érzésre tölt el, hogy biztonságban érezhetik maguk mellett, esetleg az én védelmem által az emberek magukat. A Tűr István Képző és Kutatóintézet által kezdeményezett képzésen az elméleti és a gyakorlati oktatás is az elsajátítandó tananyag része volt. A 2 hónapos oktatást egy központilag összeállított vizsga zárta. Mivel ez OK és tehát országos képzés volt, a vizsga feltételek, illetve a vizsga kérdések országosan kidolgozott program alapján készült, országosan összeállított vizsgabizottság jött le vizsgáztatni. Elméleti tanárt a TKK által, tehát Székesfehérvárról kapták, aki az elméleti részben felkészítette őket. A gyakorlati helyszínt és a gyakorlati oktatást azt mi, tehát a mi cégünk biztosította. A személyes vagyonőrképzéssel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezúttal 12 fő hátrányos helyzetű dunaújvárosi lakosnak tudott tanulási és pénzkereseti lehetőséget biztosítani. A gyakorlati idő megszerzése után így nagyobb eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Van egy ilyen felület, ez a Magyarországból